Szabadfogás stúdiójában az ütős vendégek már készen állnak a kemény menetekre. Aki ma este igyekszik őket kordában tartani, Huth Gergely. Köszöntöm Önöket, malaca van a tisztelt nézőknek, hiszen csupa győztes ideológia képviselőjét láthatják itt a képernyőn. Mindjárt a Vörös Karéiban Nagy Józseffel, a 24.hu újságírójával kezdenénk, de ide tartozik Kereki Gergő, a Mandiner.hu és a Mandiner főszerkesztő helyettese, Kósa András, a Népszava újságírója, Jeszenszky Zsolt, politikai hobbista, hivatásos megmondó ember és DJ, Nagy Attila Tibor, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzője, és Pesti László, a Pesti Fekete Doboz alapítója, dokumentumfilmes. És azzal kezdenénk, azon kívül, hogy Attila, tőled megkérdezzük, hogy megvan-e már a szerződésetek a DK-val? Nem tudok róla. Még nem tudsz róla. Hogy idefele jövett a Klubrádióban, Udvarhelyi Tesszát hallgattam, aki ugye Pikó András kampányfőnöke, a hajléktalanok és a Hős utcai drogtanyák lebontása ellen küzdő város mindenki csoport elnöke is, ugye az adatgyűjtős Udvarhelyi Tessza, és arról beszélt éppen, hogy a NER és a Fidesz... Udvarhelyi Tessz, hogy elhelyezel ilyen kis félmondatokat a mondandódban, és ezek így megállnak a levegőben. Egyébként a rendőrség befejezte a nyomozást, és nem talált bűncselekményre vonatkozó adatot, ezt tegyük hozzá. Először a magyar újkori demokrácia történetében Pikó András 8. kerületi polgármesternek a kampányközpontjában a rendőrség házkutatást kapott, 5 civilrivás nyomozó. Erről beszélt egyébként Udvarhelyi Tessza Lampi Ágnesnek ma reggel a rádióban. Ami egyébként Péter Fábri Attila adatvédelmi biztos. Elfoglalta ezt a kampányközpontot, ez tele volt a sajtó ezzel. Bocsánat, ne ragadjunk le itt, mert akkor nyilván megmutathatnánk újra, hogy elfoglalta azt a kampányközpontot, vagy a munkáját végezte a rendőrség egy olyan ügyben, ami a jobboldali elhajlással nem vádolható adatvédelmi biztos szerint is súlyos visszaélés volt az adat. Egy sima fotó volt arról. A rendőrség nem talált bűncselekményre utaló jelet. Adatvédelmi bűncselekmény, személyiségi jogokkal való visszaélés történhet. Tehát de egyébként ezt még az adatvédelmi választásra ezt a varga betűt itt most lezárjuk. Gergő, az országban mindenütt ugyanezt csináltak ebben az időpontban, a kampányközpontban dolgozó emberek. Ezt tudjuk, de hol csinálták? Erről derült ki csak kép. De hol csinálták Jóskán? Hát dolgozik a kubatós listákat, ha jól értem, tizedik éve támadják. De nem kubatós listát csináltak. Hát azért ne beszéljünk róla, mert ebben az adásban rengeteget beszél. De én nem ezt szerettem volna, ha engednétek, hogy végigmondjam, akkor Udvarhelyi Tessza a Klubrádióban arról beszélt, hogy a NER egy belső rendőrt ültetett az emberek fejébe, és ez az agyunkban lévő belső rendőr megakadályozza, hogy civilként az önkormányzatokkal szemben érvényesítsük a közösségi érdekeket. És csak teszem fel a kérdést, hogy nem 13 évvel ezelőtt történt az, hogy Pikó András és Udvarhelyi Tessza főnöke, ugye akik kiálltak mellettük, és tulajdonképpen mindvégig pártfogolták az ő politikai karrierüket, Gyurcsány Ferenc nem belső, hanem külső rendőrt ültetett, és nem a fejekbe, hanem egyenesen az arcunkba, október 23-án honnan tudod, hogy Gyurcsány Ferenc Pikó főnöke? Hát Attila, ja, nem ez volt a kérdés. A kérdés az az, hogy hogy beszélhetünk rettegésről egy demokratikus körülmények között az ellenzék előretörését hozó választás után, úgy, hogy közben Gyurcsány Ferenc az embereket oktatja a demokrácia teljesítményből és Orbán Viktor becsületből a parlamentben, miközben azért a 13 évvel ezelőtti rendőrterror eseményeivel, hogy úgy mondjam, egyesek szerint nem történt meg a szembenézés és az elszámolás. Hát itt a fő probléma szerintem az, hogy nem csak megtörténtek a 2006-os október 23-ai események, amely során ugye emberek szemét lőtték ki, és bordákat törtek el, és tüdön lőtték, és folyt a vér, és nem sorolnám, hanem mindezek után Gyurcsány Ferenc nem vont senkit felelősségre, hanem azt mondta a népnek, hogy köszönöm szépen a mi rendőrségünknek, hogy képviselte az érdekeinket és megvédett minket. Demszky Gábor pedig Budapest főpolgármestere kitüntette azt a Gergényi Pétert, aki akkor a rendőrség vezetője volt és az egészet levezényelte. A vita azon bontakozott ki, hogy Gyurcsány Ferenc direktbe adott-e a rendőrségnek utasítást, és én az erről készült filmemben egy bejátszást be is tettem, amelyben Bene főrendőr elmondja, hogy Gyurcsány Ferenc
leszólt nekem telefonon, és én felmentem hozzá. Hát benne nem is volt Magyarországon, Laci. Hát benne akkor nézd meg a Megsebzett ünnep című filmet, Jóska, ahol a Benne nyilatkozza, hogy Gyurcsány fölhívott, és szó szerint azt mondja, én felléptem, ezt a szót használja. Jó, szerintetek az önkormányzati választások után meddig tartható még az a narratíva, hogy a Fidesz kormányzás rettegésben tartja az országot? De a Gyurcsány szállat tényleg varjuk el, tehát Gyurcsány 2006 kezelésében, meg az, hogy nem mondott le két, a rögtön az összedi beszéd kiszivárgása után ezzel minimum politikai hibát követett el, hogyha az bárki tudja bizonyítani, hogy az ő utasítására mentek ki a rendőrök alávaló módon azonosítószám nélkül, és csinálták azt, amit csináltak, akkor ezért büntetőjogi felelősséggel tartozik Gyurcsány Ferenc. Ő volt annak a kormánynak a feje, amelynek kormánynak a belügyminisztérium a rendőrséget irányította. Igen, de egyébként tehát 2006-ban politikai és jogi felelősség is felmerül. Az akkor megtörtént tényleg kétségtelen nagyon durva jogsértéseket, speciál például az Index, a Társaság a Szabadság jogokért, csupa olyan fórum dolgozta fel, és állt ki az áldozatok mellett, akiket egyébként ti most előszeretettel Soros bérenceztek le, vagy idegen zsoltban állóztok le, vagy stb. Talán a Hír TV első helyen kamerájával ugye a pofonok és a gumibotok a keresztül. A Hír TV is ott volt, de például Bodoki Tamás írt egy nagyon jó könyvet egyébként. A székházostromról például csak a Hír TV tudósított, de hát a kilőtt szemeket és az eltört bordákat talán nehéz lett volna elhallgatni. A politikai felelősség az, és ez annyira vállalhatatlan volt, hogy teljesen egyértelmű volt. De például a Napkeltében hosszú évekig védték 2006-ot követően is a rendőrt. A politikai felelősség az, most meg újra felbukkannak ugyanazok a relativizáló, megvédő narratívák, hogy hát az igazságbeszéd, és ugye van egy generáció, aki ezt egyáltalán nem élte meg első kézből, és bármit el lehet neki adni, és ez meg is történik, ez a bárminek az eladása. Egyébként Udvarhelyi Tesszára egy pillanatra visszatérve, biztos, hogy az ő fejében valami van, az nem egy belső rendőr, ott valami más probléma lesz, és amikor ezeket kitalálja, de ez a paranoia, ezt nyilván gerjesztik az ellenzéki oldalon, tudatosan nagyon sokan, hogy itt félni kell, meg diktatúra van, meg minden, és van, aki ezt el is hiszi. Tehát azért mondom, Udvarhelyi Tesszáról nem tudom konkrétan, hogy melyik eset, tehát a tudatos manipulátor, vagy a nettó elmebeteg, aki ennek bedől. Diktatúra biztosan nincsen, tehát én sose képviseltem azt az álláspontot az elmúlt 9 évben, hogy Orbán Viktor diktatúrát épített volna ki. Már csak azért sem gondolom, hiszen hogyha diktatúrában meg lehet verni a kormánypártot Budapesten is, vagy 10 megyei jogú nagyvárosban, ezen kívül még 32-10 000 fölötti városban, ott biztos nincs diktatúra. Az megint más kérdés, hogy ez a demokrácia rendben működik-e, na de hát itt olyan diktatúra van, hogy Orbán Viktor miniszterelnök alig tudta elmondani hétfőn a napirend előtti felszólalására adott válaszokra a felszólalását, ugyanis még másodjára is volt joga beszélni, és akkora erőteljesek voltak az ellenzéki bekiabálások, akkora hangzavar volt, hogy a miniszterelnöknek minden ügyességére szükség volt ahhoz, hogy el tudja mondani a dolgot. Inkább azt kell felvetni, hogy a média viszonyok milyenek, hogy mondjuk falvakban, kisvárosokban, ahol sokszor csak az önkormányzat, az egyedüli munkáltató, ott mennyire kiszolgáltatottak az emberek a járási hivatalnak, a polgármesteri hivatalnak, mert ez bizony egy valós probléma. Hát erre utal. Hogyha kiszolgáltatottak az emberek a járásukban vagy a falvakban, és ők ezt rosszul élik meg, és tényleg olyan sanyarú a sorsuk, akkor 4 évente, vagy az önkormányzati választásokon 5 évente véleményt nyilváníthatnak szabadon, és leválthatják azt az önkormányzatot, amely rossz munkáltató, amely sanyarú sorsban tartja őket, és amely megalázza őket. Tehát egy demokrácia, attól demokrácia, hogy 4 évente, illetve 5 évente egy váltásra van lehetőségük a kis falvakban élőknek is, és hogy mennyire igaz ez, és mennyire nincs Magyarországon diktatúra, azt te is elismered, hogy pont az utolsó önkormányzati választások tanulságaként levonható. Laci, az tény, hogy én is mindig össze szoktam vitatkozni baloldal ismerőseimmel is, hogy minden választáson a baloldal győzelme készül, miközben egyébként diktatúráról beszél, hát itt ennyi szóval van ellentmondás. Ettől függetlenül, Laci, egyébként azért sok helyen, tehát amikor nem egy helyen lehetett arról olvasni, hogy például az önkormányzat közmunkásokkal vitetik ki mondjuk a fideszes szórólapokat, meg egyebeket, akkor ezek minimum mondjuk úgy, hogy hát messze vannak egy normális demokratikus működéstől. És nem biztos, hogy egyébként megéri az valakinek, most éppen a minap Körmenden voltam, ott beszéltem egy helyi egyesület által indított polgármesterrel, és arról, hogy miért csúsztak le
a kompenzációs listáról, mert hogy 10 ember kell egy egyesület alakításához, meg volt a 10-valány ember az első percben, aztán az utolsó pillanatban többen lemondták, aztán még új embereket hoztak, megint lemondták. Tehát a belső pusztán rendőr, attól... tehát nem beszélt hülyeséget udvarhelyen. Erről beszélek most, ezzel lehet, nem tudom, ironizálni, de egyébként tényleg van egy ilyen, minél kisebb településre mész, és ez nem a demokrácia minőségétől függ, benne van az a pakliban, hogy te ott élsz, ott keresed a megélhetésedet, és ha szembe mész a hatalommal, esetleg azzal a hatalommal, aki a későbbiekben ott marad, akkor az egzisztenciális kérdéseket vesz. Ha a kis településeken valóban ilyen szörnyű a helyzet, a fideszes elnyomók részéről, akkor pont a kis településeken hogy nyerhetett ilyen arányban a Fidesz-KDNP? Megmondanám. Pont ott nyert nagyon nagy arányban. Megmondom. Állandó megaláztatásnak lenne kitéve, akkor elküldték volna a francba. Én megmondom, mert... Van egy ilyen szempont, ennyit mondok. Én Fehérgyalmatról származom egyébként, ez egy 8000-es kisváros Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nyilván ez több rétű dolog, tehát nem szeretném fekete-fehéren leegyszerűsíteni, de például úgy működhet, hallani lehetett olyan történeteket, hogy megüzenték a közmunkásoknak, hogy jól gondolják meg, hogy kire szavaznak, mert szavazhatnak a Fidesz ellen, de akkor lehet, hogy megszűnik a közmunka. Gondolni kell arra is, hogy azért voltak hírek arról, nem egy helyről, hogy bizony krumplit osztogattak választás előtt. És bizony van olyan is természetesen, amikor a fideszes városvezető kisvárosokban jól végezte a munkát. Tehát Laci kérdésére az a válasz, hogy többféle oka van annak, hogy a Fidesz jól szerepelt. Van még egy olyan ok is, hogy az ellenzék, és ezt bizonyítják egyébként a mostani önkormányzati választások, nem nagyon tudta megszervezni jól magát, még mindig sok faluban és kisvárosban. Tehát például Fehérgyalmaton az 1990-es években az MSZP-nek helyi szervezete volt, helyi polgármestere volt, helyi országgyűlési képviselő volt. Ma ez gyakorlatilag semmivé vált. Na de... Egy picit hadd reagáljak, mert ha Fehérgyalmatot szóba hoztuk, akkor hozzuk szóba mondjuk Balaton rendest is, ahol korábban egy szocialista polgármester, nem ezen a választáson, de korábban egész konkrétan fenyegette meg a falu lakóit, hogy meglátjátok, milyen világ lesz itt, hogyha leszavaztok engem. Ezen kívül krumpliosztás, babgulyásosztás, mindenféle ilyenek már rengeteg választáson előfordultak, tehát most ez megint ez is egy ilyen tematizálás. És te vegyük elő újra krumpli... hosszan, de végül is ezen a választáson... Még egy, a média túlsúlyról beszélni még mindig, tehát ez valami egészen abszolút. Meg arra, hogy az emberek félnek falun. A multi cégeknél, hogyha valaki a kormánypártiságát hangosan meri vállalni, akkor lehet, hogy elveszti az állását, de minimum, hogy a kollégái nem állnak vele többet szóba. Tehát erről nem egy, nem kettő. Mindenhol. Merjél nem kimenni a Pride-ra egy olyan cégnél, amelyik állandóan ezzel foglalkozik, és egész hónapban ki van díszítve. Merjél az IBM-ből mennek ki az emberek a Pride-ba félelemből? Igen, mert hogyha nem mennek ki, akkor a munkahelyi előmenetelők szempontjából ez rendkívül hátrányos. Ők szerintem nálad jobban tudják ők, tehát azért nem mennek ki, mert azért mennek ki, mert nem mernek nem kimenni, és nem merik felvállalni, hogy ők kormánypártiak. Valamiért félnek. Lehet, hogy te jobban tudod, hogy ez nincs, de én szerintem inkább szerintetek, hogy miközben... Ki a Pride-ra az Auditól az büntetés éri? Igen. Igen, nyilván nem konkrétan, hát többen ezt azért ennél sokkal ügyesebben csinálják. Maradjunk abban, hogy akkor ezek vélemények... Ha tényleg így van, akkor kérd meg a kormányt, a Fideszt arra, hogy úgy módosítsa a munkajogi szabályokat, hogy jobban védje a munkavállalókat. Egyébként szerintetek mi az oka annak, mert ez nyilvánvaló két különböző vélemény, van egy sanda gyanúm, hogy nem fogjátok meggyőzni egymást erről. Mi az oka annak, hogy... Eddig az önkormányzati választások kapcsolatban egyetlen egy esetben és egyetlen egy társaságnapon papírja arról, hogy csalt, ez pedig ugye, ha jól mondom, Jászberényben az ellenzéknek, ahol meg kell ismételni, úgy tűnik, hogy emiatt a szavazást. Tehát, mert itt mindenféle állításokat hallunk, de azért mégiscsak a bírósági döntése lényeges, amely végül megszületik. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy Hatházi Ákos hétfői performanszát látva a parlamentben, amiről nyilván ebben a tévében is rengeteget beszéltünk, és most ne a jelenségről beszéljünk, hanem arról, hogy ugye Kövér László régóta szorgalmazza egy olyan törvényi szabályozást, tehát nem házszabály, hanem akár olyan büntetőjogi szabályozás megalkotását, ami a mentelmi joggal együtt is szankcionálja az ilyen tevékenységet. Tehát kell-e erősebb eszközt adni az országgyűlés elnökének a kezébe, hogy az, amit láttunk, obszén kifejezésekkel, táblákkal megzavarni, a
mégiscsak a demokratikus intézményrendszer csúcsát, a parlament működését, hogy ez ne történhessen. De eddig is kell volt ilyen szabály. Bocsánat, most is van kicsit... lehetőség, csak Kövér László nem él vele. Tehát a házösséget simán be lehetett volna hívni és kivitetni Hadházi Ákost. Német parlamentben ilyen ügyeknél bőven alkalmazzák, de egyébként szerintem nem rendszabályozással ezt nem lehet ezt a kérdést megoldani. Tehát elmegy úgy intézett. Tehát Hadházi, ez, igen, tehát hogy Hadházi Ákos szerintem a legnagyobb kárt ez az ellenzéknek okozta. Ugyanis az egész ellenzéki plenáris, az egész ellenzéki plenáris, az egész az ellenzéki oldalról is. Az egész plenáris ülésnek arról kellett volna szólnia, hogy az ellenzék Budapesten egy szimbolikus nagy győzelmet aratott, és arról kellene most beszéljünk, hogy az ellenzéki frakcióvezetők, Jakab Pétertől Tóth Bertalanig, nem tudom még milyen ellenzéki frakciók vannak, Szabó Tímea, igen, hogy szorított a sarokba a kormányfőt. Ehhez képest egy jónak ígérkező bulinak indult az ellenzék szempontjából a plenáris ülés, Hadházi Ákos pedig az a srác lett ebbe a buliba, aki most kolis hasonlat, így, aki túlitta magát, és szétrúgta a bulit. Tehát, hogy nem véletlen, nem véletlen az, hogy Gyurcsány Ferenc nagyon elegánsan már másnap az ATV-ben ellépett Hadházi Ákos mellől, vagy a Hadházi Ákos mögül, tehát az ellenzéknek ez vérgáz volt az egész történet, nem véletlen az, hogy nem tapsolták meg, nem volt üdvrihallgás, tehát hogy ők maguk érezték azt, hogy ez az egész, amit Hadházi Ákos itt művel a parlamentben, ez igazad van, annyit tennék csak egy zárójelbe, igen, pontosan, Hadházi Ákos független képviselő, semmi köze az ellenzéki frakciókhoz, teljesen önjáró, Zsolt, önjáró, ezek nem előre megbeszélt egyetlen frakció. De most mind nevettek, tehát Hadházi Ákos, ez bár... Független, tehát ez a független szó, ez oké. Okay. Imádom, hogy megint személyeskedt, már eltelt 10 perc, és még ez nem történt meg. Hadházi Ákos független képviselő, ti azt gondoljátok, hogy Hadházi Ákos ezt a baromságot, a lózást bárkivel egyeztette, ez Hadházi Ákos magánakció volt, és ahogy Gergő az imént mondta, tök ciki az egész az ellenzéknek, ha az első két táblával ment volna oda, aztán még rendben is de van valamennyire, van rajta fogás, de a lózó tábla az vérciki volt, ez bunkóság volt, és valóban kontraproduktív az ellenzék, az egész ellenzék de részére, mert mindenki arról beszél, van. Hogy van egy bunkó a parlamentben, aki átlépett egy határt. De mindenki ezt mondja, Hadházi Ákos egy barom, hogy ezt csinálta. Az ellenzék jobban járt volna, hogyha Steinmetz Ádám stílusát követi, mert Steinmetz Ádám, aki ugye olimpiai bajnok, elővette a parlament üléstermében az olimpiai aranyát, és ha jól emlékszem, megpróbálta felolvasni a felszólalását, tökéletes sikerrel. De ő higgadtan beszélt, és felvetette, hogy Borkai Zsolt életjáradékát meg kéne vonni, de megfelelő stílusban tette meg, és olyan stílusban, hogy Orbán Viktor a viszontválaszában tisztelettel beszélt, hát a Steinmetzről, illetve a felszólalásról. Tehát ez, amit Hadházi Ákos művelt, erre én azt tudom mondani, hogy inkább most veletek értek egyet ebben a tekintetben, hát Hadházi... De mindenki mi? De abban a tekintetben, hogy Hadházi az Európai Ügyészségét való aláírás gyűjtés során nagyon is aktívan együttműködött az ellenzéki pártokkal, tehát Hadházi Ákos összefonódott korábban az ellenzék. És a mindenki Magyarországon mozgalom keretein belül is de mondjuk úgy, hogy a Gergővel értesz egyet, mert én egy új szempontot hoznék be, hogy nincsen meg a kereslet a politikai piacon erre a fajta stílusra, amit Hadházi képviselt. Én azt mondom, hogy sajnos a magyar politikai piacon jelen vannak, és nem társadalmi értelemben, nem társadalmi osztályra mondom, hanem viselkedés típusra a prolik. Tehát hangsúlyozom, nem a munkásosztályról beszélek, hanem egyfajta hozzáállásról, Jóska. Egy viselkedés módról. Az a munkás ember, azt nem parasztozunk, a munkások tipikusan nem prolik. Én azt tudom erre mondani... Proli, proletár munkás, bérrabszolga, ahogy tetszik. Nem, én nem a munkásosztályról beszélek, én arról beszélek, hogy ez egy attitűd, ami a felső tízezerben ugyanúgy gyakran megvan. Nagyon pont úgy mondjuk megvan... Mondjuk azt, hogy nem ugyanazt értjük a kifejezés, nem ugyanazt mondjuk azt, hogy bunkó. A kifejezés. És ez a bizonyos réteg, ez lehet egy felső tízezernek a tagja, vagy lehet egy középosztálybeli ember is, sajnos vevő erre a parlamenti stílusra, és én nem állítom, hogy amikor Gyurcsány Ferenc csúnyán beszél, vagy Hadházi csúnyán beszél, akkor nem tudatosság van mögötte, és a saját választóinak szól ki ezzel, pontosabban annak a rétegnek, aki erre a fasz a gyerek stílusra vevő. Amint azt a Magyar Nemzet egyik cikkírója többen megírta. Azzal folytatjuk hamarosan, hogy azért az érem másik oldalát is megvizsgáljuk, hogy helyes-e, hogy 190 év után gyakorlatilag az újságírók nem érintkezhetnek a jövőben a politikusokkal a parlamentben.
Köszöntjük Önöket a második részben, folytatjuk a vitát Nagy Józseffel, Kósa Andrással, Nagy Attila Tiborral, Kereki Gergővel, Jeszenszky Zsolttal és Pesti Lászlóval. És ígérjétek meg, hogy nem fogunk 20 percre leragadni, de hogyha beszéltünk arról, hogy Hatházi Ákos miért nem vezettette ki Kövér László a házőrséggel, akkor arról is beszéljünk, hogy múlt hétfőn egy új szabályozás lépett hatályba a parlamenti rendet illetően, ami gyakorlatilag újságíróknak megtiltja azt, hogy a déli szárnyban tartózkodjanak azon a területen, ahol egyébként a parlamenti ülés zajlik. Ugye egy nagyon sok évtizedes rendszerváltás óta meglévő gyakorlat az, hogy az újságírók ezeken a bizonyos folyosókon megvárják a politikusokat, beszélgetnek velük, információt gyűjtenek. Ez mostantól tilos. Van 2-5 méteres kordon, olyan helyen, ahol egyébként politikusok nem nagyon járnak, csak hogyha esetleg SMS-ben oda csalogatják őket, ott lehet velük érintkezni. Egy, hogy mondjam, egy kis eldugott helyen kialakítottak egy új sajtóirodát, ahol esetleg a büfében lehet onnan jövet elkapni a politikusokat, illetve sajtótájékoztatón ezután is részt lehet venni, de a sajtótájékoztató előtt már tilos kérdéseket feltenni. Na most Magyarországon a parlamenti tudósításnak nagyon szép a demokratikus polgári világ kialakulásával egybevágó hagyománya van. Majdnem 190 éve Kossuth Lajos kezdte ezt a műfajt, és szerintetek fennáll a veszély annak, hogy hát ez a 190 éves történet itt most véget ér? Én azt gondolom, hogy ez a kormánypárti újságírókat is sújtja, hiszen így ők is nehezebben tudnak mondjuk ellenzéki politikust menet közben elkapni. Mondjuk például a Pesti Srácok szerkesztőségét is sújtja ez a szabály, hogyha ti mondjuk esetleg ellenzéki politikus szeretnétek kérdőre vonni a parlamentben, akkor ti kormánypártit kevésbé szoktatok kritizálni, én azt vettem észre, de mondjuk ellenzékit akartok kritizálni, akkor a parlament épületében ezt kevésbé tehetitek majd meg. Szerintem ez a szabály kicsit túlságosan életszerűtlen és szigorú. Azokat az újságírókat, akik nem viselkednek a parlamenthez méltóan, és megszegik a jelenlegi, vagy hát most már nem jelenlegi, de az előző szabályokat, azokat nyugodtan ki lehetett tiltani eddig is a parlamentből. Jobb és bal oldalról egyaránt tiltottak ki újságírókat, tehát nem csak 444-es újságírókat, hanem pont Gergő rád nézek, Pesti Sácokos újságírókat is. És Bohár Danélkat is a Hír TV-től már kitiltották a parlamentből, tehát eddig azt lehetett látni, hogy ez a kitiltási gyakorlat következetes. Ebből adódóan nem látom be, hogy erre az életszerűtlen szabálynak a bevezetésére miért volt szükség. Tökre egyetértek. Egyetértek a Gergővel, és mi nem véletlenül nem csak a nézők, hanem számomra is egy ilyen dream team, amikor mi együtt vagyunk, úgyhogy gyorsan lövök is egy selfie-t kettőnkről, hogy, mert ritkán szoktunk sajnos együtt lenni, de hogy nagyon, nagyon tisztelem a házelnök urat, és meg is értem az ő frusztrációját abban, hogy ez a felkérdezős díj, amit a parlamenti tudósítások során az újságírók szoktak, de szerintem is itt túllőtt a célon. Mondom, érthető valahol, tehát kialakult egy helyzet, tehát látnunk kell, hogy ezt, hogy nyilván nem úgy született ez a döntés, hogy valaki kitalálta, jelen esetben mondjuk Kövér László, hogy na akkor most jó kibaszok az újságírókkal, hanem ide vezetett az a fajta ellenségesség, vagy az a fajta attitűd, amit bizonyos újságírók képviselnek, amit valóban, ahogy Gergő is mondja, egyenként meg kell nézni, és azokat kitiltani, egyébként a többiek meg hadd dolgozzanak és csinálják a munkájukat, függetlenül attól, hogy kormánypárti. Igen, ebben van egy ilyen pofoszkodás hangulat, én is, hogyha valakit a Fideszből tisztelek, az Kövér László, azt a Fidesz fundamentumaként szokták őt emlegetni, de ez valóban egy ilyen visszakézből pofon, és abban belegondolunk, hogy tényleg közel 2 évszázados magyar parlamenti történetben milyen nagyszerű figurákat láthattunk az általad említettől kezdve, mondjuk Hunyadi Sándoron keresztül, milyen élet volt a rendszerváltás után a parlamentben, ugye. De ugye ez egyébként már korábban, már 2010-ben elkezdődött, vagy talán még korábban, mert az elején még az újságírók, mi bemehettünk az alsó parlamenti páholyokba, egészen közelről lehetett nézni a tevékenységet, akkor történtek meg az első úgymond visszaélések, szerintem ez nem visszaélés, hogy az újságírók, fotósok befotóztak a képviselőknek a laptopjába, meg az újságjába, és akkor azt lehetett látni, hogy a mindenféle ilyen bulvár magazinokat, meg ilyen magazinokat olvasnak a képviselők, és akkor onnan kitiltattak az újságírók, felkerültünk a karzatra, onnan is egyre jobbak voltak a fényképezőgépek, onnan is be lehetett fényképezni, aztán utána az volt, hogy már a folyosókkal nem lehet beszélgetni, nem lehet interjúzni a képviselőket, nem lehet fotózni, és most pedig
teljesen értelmetlené vált az egész. Épp úgy egyébként, ahogy szerintem van egy ilyen párhuzam is, hogy a parlamenti létezésnek, a parlamenti eseményeknek volt értelmük még a rendszerváltás után. Ott valóban eldőltek ügyek, a parlamenti folyosón való beszélgetéseken is eldőltek ügyek. Volt az egésznek valami hangulat, tehát régi kisgazdák, akik bevitték Demizsonba a bort, meg tehát volt valami élet ebben az egész világban, és most az élettel egyúttal eltűntek a valós történések. A parlament ma gyakorlatilag egy szavazó gép, ahol egyébként sokkal ritkább ülések mellett elfogadják azokat a törvényeket, melyeket a minisztérium előkészít. Csak megígértük ugye a nézőknek, hogy nem a saját kis problémánkkal fogjuk ezt az egész második részt eltölteni. Köszönjük, hogy elmondtátok. Folytassuk talán azzal, hogy a ünnepi beszédeknek hát, hogy mondjam, két vagy több fontos eleme is volt. Az egyik például az, hogy Gerendás Péterről kiderült, hogy mégiscsak az országban tartózkodik. De Orbán Viktor is a Zeneakadémián agyébű beszédet tartott. Előtte pedig a Facebookjára egy Vas Albert idézetet tett ki. 1956, mert elfut a víz, és csak a kő marad, de a kő marad. Mit üzenet az Orbán Viktor? Hát én és kinek? Azt szeretném itt kihangsúlyozni, hogy ugye néhány nappal ezelőtt Karácsony Gergely adott egy hosszú interjút, ha jól emlékszem, az Indexnek, nem is néhány napja, kicsit régebben, amelyben Vas Albertet lenácizta. És ennek kapcsán aztán egy széles társadalmi vita bontakozott ki. Többek közt én a Facebook oldalamon is megosztottam egy kis bejegyzést Vas Albert emlékére, amelyhez nagyon érdekes jobboldali és baloldali emberek egyaránt hozzászóltak. A baloldaliak inkább nácizták Vas Albertet, míg a jobboldaliak próbálták védelmükbe venni. És ott találtam egy nagyon érdekes bejegyzést, amelyben kincses elődre hivatkozik az egyik hozzászóló, aki egy marosvásárhelyi ügyvéd, és behatóan foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy Vas Albert volt náci, volt hungarista, vagy sem. És Kincses előtt szépen elmondja azokat a tényeket, hogy egyrészt Vasas Szentgotthárdon, ahol úgymond négy román és két zsidó honfitársunkat gyilkolták meg, illetve Ombosztelkén, ahol egy görög katolikus papot és a családját gyilkolták meg, ott lehetette Vas Albert, vagy az édesapja, mert ő is involválódott ebben a történetben, vagy sem. És Kincses előd arra a meggyőződése jut, hogy egyszerűen fizikailag nem lehettek jelen Vas Albertek ennél a két súlyos gyilkosságnál, és Kincses nem tagadja azt, ezt magyar emberek követték el, sőt valószínűleg a magyar hadsereg részvételével történtek ezek a gyilkosságok, amelyek nagyon sajnálatosak és borzalmasak, de speciál Vas Albertnek a dologhoz köze nem volt. Nem volt sem motivációja, sem fizikailag nem tartózkodhatott a két faluban, amikor ezek az események történtek. Számos támadás érte egyébként Vas Albertet, és erről szerintem érdemes beszélni, és lehetőleg indulat nélkül beszélni. Az is érdekes, hogy Orbán Viktor miért ezt választotta, miért ezt a verset választotta. Ugye Vas Albert egy ellentmondás a személyisége a magyar irodalomtörténetnek. Kétségtelenül vannak alapművei, a Funtinelli boszorkányok, az Adjátok vissza hegyémet, ezt mindenkinek el kell olvasni, azt gondolom középiskolás korában. Emellett pedig vannak olyan írásai, mondjuk a Patkányok lázadása, egy Patkányok honfoglalása, Mese fiataloknak címen futott több helyütt is, ami viszont egyértelműen antiszemita szöveg. Miért antiszemita, Jóska, a Patkányok honfoglalása? Én elolvastam, én annak idején olvastam el. Arról szól a dolog, hogy van egy gazda ember, ahova beköltözik egy patkány, majd kettő, majd három, és ő hagyja, hogy elszaporodjanak, majd kieszik a házából, megsemmisítik a gazdaságot, és elköltöznek. És a gazda ember aztán hazaköltözik, és újraépíti ezt a gazdaságot, és ez gyönyörű irodalmi. De az ez mind az Lányi Dezső három éven át írt antiszemita szövegeket álnéven. Gárdonyi Géza személyesen elkezdte védeni a numerus clausus. Ezt csak azért mondom, hogy nagyon sok ellenmondásos figura. El is küldted Róvi Sándor a francba, de egyébként nagyon sok ellenmondásos ne hozzunk be új szálakat. Én csak Gergő, hogy a köztereket átnevezzük másra, mert ugye itt már az merült fel egyébként, a Vas Albertről elnevezett köztér az hát hol máshol Zuglóban van. Gergő, én csak annyit mondtam, hogy Vas Albert ellentmondásos személyiség, és azt bátorkodom felvetni, egy ellentmondásos személyiséget versével üzenni a nemzet ünnepén lehet, hogy nem a legjobb ötlet. Lehet, hogy lehetne egy nem ellentmondásos személyiségnek a versével üzenni a miniszterelnökként a nemzet ünnepén. Szerintem aktuálpolitikai műsorként inkább az aktuálpolitikai vetületeket próbáljuk behozni. Tehát, hogy nekem az volt az érdekes, hogy nyilvánvalóan valamilyen módon Karácsony Gergelyre reagált szerintem ezzel az idézettel Orbán Viktor, valószínűleg erre az interjúra is, tehát megkülönböztette magát.
Ami érdekes volt a beszédben, ugye az az, hogy... után, tehát nem kellett volna erre reagálni ezen az ünnepen. Érdekes, de pillanatot fejezem csak, hogy érdekes, hogy egyébként amúgy ez a beszéd a nagyon-nagyon nélkülözte a konkrétabb aktuál politikai üzeneteket. Nekem az is érdekes volt, hogy miért, hogy a Fidesz miért nem szervezett egy a terrorházához egy szokásos tömeggyűlést. Ugye lehet azt mondani, hogy nem lehetett tudni, hogy Orbán Viktor itthon lesz-e vagy sem, de ezzel, hogy Orbán Viktor nélkül egyáltalán nem szervez a Fidesz nyilvános nagyrendezvényt, gyakorlatilag azt is elismeri, hogy Orbán Viktoron kívül nincs olyan politikusa, aki megmozgat a tömegeket. Egyébként, ha már itt vagyunk, tartunk és nálam van szó, Orbán Viktor megnyilatkozásait a helyhatósági választásokkal kapcsolatban, én abszolút korrektnek tartom, sőt, gyakorlatilag egy normális demokráciában egy miniszterelnöknek így kell reagálni egy ilyen helyzetre, hogy igen, együtt fogunk működni az ellenzéki településekkel, Karácsony Gergellyel is várjuk a javaslataikat, stb. Azért is találkoztam egy kicsit, hogy a Zeneakadémián egyáltalán nem tért ki erre a helyzetre. Vasalbertnél én még szeretnék maradni, na, mert annak nem csak aktuál politikai vetülete van, hanem kulturális vetülete. Én jól emlékszem arra, hogy mikor indult el Magyarországon a Vasalbert kultusz, hát úgy nagyjából a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, és... Hát másodjára, igen. Tehát hamarabb, igen, de annak, hát másodjára. De az... Tehát én jártam azért polgári körök rendezvényeire, voltam fideszes gyűléseken. Ezek a annak idején... És hát én sokféle párt rendezvényén jelen voltam már. Na most Karácsony Gergely, pont ugyanúgy. Na most ezzel azt akarom mondani, hogy azért Vasalbert kultusza, a regényei érzelmileg, kulturálisan segítettek újjászervezni, vagy megszervezni a jobboldalt a 2002-es választási vereség után. Tehát a politikát én nem pusztán aktuál politikai keretben tudom csak elképzelni. Nyilván az a legfontosabb, ez is aktuál politikai műsor alapvetően. De, Tibor, van egy nagyon erős kulturális ereje a Fidesznek, illetve a Fidesz körüli konkrétan körülnek. Ez a vers ugye a rendszerváltás utáni első mondjuk itt szélsőjobbos vagy radikális jobbos pártnak, a MIÉP-nek a rendezvényi nagygyűlésének volt az állandó hát azért, mert szövege, egy párt. És egyébként hol Dörnerrel, aki ugye itt is eladta, hol Usztis Mátyással. Tehát ugye amikor egy verset egy politikus emblémaként, szimbólumként felmutat, akkor neki nyilván tisztában kell lenni, az Orbán Viktor is tisztában volt azzal, hogy milyen útja van ennek a versnek a közéletben, milyen asszociációk tapadnak hozzá, és ez a MIÉP rendezvények asszociációt hordozza magával. Arról szerinted egy költő vagy egy író tehet, hogy egy politikai párt, a te példáddal élve egy szélsőjobboldali politikai párt, a rendezvényein az ő versét mondja? Nem, te, de ez nem is, szerinted nem Vasalbertnek a felelőssége? Nem ezt állítom, nem. Most ugye két különböző síkon mozgunk. Vasalbertről hogy... beszélhetünk egyrészt, másrészt pedig a vasalberti életmű, illetve ez a konkrét versnek a mostani politikai jelentésével. Indulat nélkül igyekeztem fogalmazni abban, hogy melyik pontosan mit jelent. Az, hogy Orbán Viktor ezt a verset felemeli, azzal ő felemeli azokat az asszociációkat is, amelyek ehhez a verset. De ezek hamis asszociációk, József. András, hogy térjünk még egy pillanatra vissza, hagyjuk a verselemzést tényleg, mert túlságosan sok időt vesz most, biztos sok mindenkinek igaza van ebben. De amit András említett, hogy ugye Orbán Viktor nem tartott tömegrendezvényt, nem lehet ennek egy olyan olvasata is, hogy Orbán nem szerette volna tovább fokozni az indulatokat? De, bocsánat, Orbán Viktor már többször megtörtént az 2010 óta, mióta miniszterelnök, és rendszeresen jár Brüsszelbe az állam és kormányfők tanácsa, hogy elmaradt az október 23-ai Orbán beszéd, azért, mert Brüsszelben kellett legyen. Most is úgy volt az utolsó pillanatig, hogy el fog maradni, mert a Brexit tárgyalások miatt Brüsszelben kell lenni. Elmaradt, most meg a Brexit tárgyalások maradtak el, úgyhogy most mégis haza tudott jönni. Igen, csak egy kérdés, bocsánat, hogy egy kérdést teszek fel, például neked, mint elemzőnek, hogy szerintetek a Fidesz tábornak egy ilyen választás után, ami Budapesten mégsem hozott sikert, nem tett volna jót a Fidesz saját táborának egy ilyen rendezvény? A választások éjszakáján megtörtént ez a beszéd a Fidesz kemény mag előtt.
És azóta számos politikus Orbán Viktor is beszélt erről. Egy ünnepi beszédet választási eredmények megmagyarázására, meg elemzésére használni. Nem arra, hogy egy kicsit felrázza mondjuk a... Én elhiszem, hogy Karácsony Gergely a október 23-ai beszédében is stadionozott, meg CT-zett, mert ugye neki október 23-áról is ezek szerint a stadionok és a CT jutott eszébe, de attól függetlenül nem feltétlenül muszáj. Tehát most, ha jól értem, ami eddig az volt a probléma, hogy ha Orbán Viktor október 23-án aktuál politikai üzeneteket helyezett el, most meg már az a probléma, hogy Orbán Viktor már nem helyezett aktuál politikai üzeneteket. Nem probléma, kérdés van, probléma nincsen, kérdés van, hogy miért nem volt Fidesz rendezvény. Az baj, de egyébként erre az egész Vass Albert kérdés csak annyi, hogy ebben maximálisan egyetértek Józsival, hogy ekkora szeretet azért még nincs a levegőben, bár már úgy néz ki, hogy alakulóban, hogy Vass Albertnek valóban a személyisége is, és hát az életműve is ellentmondásos. Tehát vannak neki jó regényei, meg vannak neki marhára nem jó regényei is. Ki nem ellentmondásos ma Magyarországon? Persze, de az, amit Karácsony Gergely csinált, nyilván az is az ő szavazótáboruknak szól, de ahogy ő lenettó náciszta Vass Albertet, erre a keddi kemény magban elmondtam, most el fogom ismételni, csak az csúnya szó nélkül, mert ez egy szofisztikáltabb műsor, de hogy Gergő, egy büdös kommunista vagy. No, ha már itt tartunk, talán... Attól kommunista Karácsony Gergely, hogy azt gondolja, ez a bolsevik, ez a bolsevik kommunista attitűd, hogy Vass Albertet nácizni. Karácsony Gergely sose értette Marxot meg Engelszet. Bocsánat. De az, hogy Vass Albertet nácizni, ez egy bolsevik kommunista. Nem, ez önmagában, akkor nem tudod, mi a bolsevizmus. De tudjuk, mi a bolsevizmus, Attilám, én ha megbocsájtasz... Nem vagyok Attilád. A filozófia tanszéken volt A filozófia tanszék volt szíves engem foglalkoztatni a 80-as években, mint demonstrátort, és beható filozófiai tanulmányokat nem, tudjuk, nem mi a bolsevizmus. Nem mondod el. Bocsánat. De mást akart mondani. Zárjuk azzal a műsort, hogy Wittner Mária 56-os halálra ítélt szabadságharcos gondolatait felidézem, amit a PS-nek mondott, az ő így fogalmazott, nagyon fontos, hogy ne engedjük táplálni a gyűlöletet ebben az országban, hanem a szeretetet tápláljuk. Van miért imádkoznunk, Szodoma és Gomora kevesebb bűnért pusztult el, mint amennyi bűn van ma a világban. Az emberek eltaszították a hitet, és csak a pénz csörgésében hisznek. Emlékszem, amikor Gyurcsány levette, azt mondta, hogy Szűz Mária levette a kezét Magyarországról, és itt jön a kérdésem lényege, azt hittem, rosszul hallok, akkor azt mondtam, hogy vigyázz Gyurcsány, nagyon nagy lesz a te büntetésed, bármennyi pénzed is van, nem lennék a helyedben. Még úgy ráérünk. Gyurcsányt utolérte ez, vagy utoléri ez a büntetés szerintetek? Köszönjük szépen, jól van egyelőre. Tehát egyelőre biztos, hogy nem érte utol. Szerintem Gyurcsány Ferenc mint hal a vízben így a lubickol a magyar politikában. És láthatóan egyébként jön vissza, aminek nyilván van egy határa, erről már sokszor beszéltünk, de egyelőre Gyurcsány Ferencnek az elmúlt évek bejöttek. Ez leginkább az MSZP-t idegesíti láthatóan. Csak az a baj is, hogy ezt a határt mondjuk 4 évvel ezelőtt ott szabtuk meg, hogy 4%. Aztán pár hónappal később ott szabtuk meg, hogy 5%, 1-2 éve ott szabtuk meg, hogy 8%, és most 12% fölött vannak. Laci, ezt az ember nem tudja az ország megválasztani, már... képtelenség, annyira utálja több, mint a fél ország, ezt az ember nem tudja megválasztani. Pont a Józsi volt az, aki, na, 4% hülye vagy? Még nem is olyan régen. Nem mondtam azt, hogy hülye vagy, azt mondtam, hogy 4%-os parlamenti mandátum aránya. Kiröhögtél minket, hogy Gyurcsányról beszélünk, Gyurcsányozunk, miközben egy 4% is mutatta nagyon hangosan. Egy hónapra rá az EP választásra 17%-ot kapott. De ez az ember nem tud nyerni választást, könyörgöm. De pont ez a lényeg, hogy nem ezt az embert fogják előre tolni, hanem a feleségét, Dobrev Klárát. Na de azzal akkor nem nyer választást, hogy G. Németh Erzsébet, ha minden igaz, ugye főpolgármester helyettesi pozícióba ülhet, hogy Gyurcsány közvetlenül Karácsony mögött áll, amikor bejelentik a győzelmet Budapesten, és mindenhol vannak igényei, amiket nap mint nap hallhatunk, hogy bejelenti az egyes polgármesterekkel és a főpolgármesterekkel. Hát ez ilyen, a politikát pártok hogy Lampert Mónika ott... Gyurcsány minisztere főjegyző lehet a hírek szerint. Jó, és a nagy túrók lehet, ezt írtátok, Gergő, cáfolta a párbeszéd. A demokratikus koalíció ma a magyar ellenzék legerősebb pártja. Így van. Tehát ezek után semmi meglepő nincs abban, hogy a DK komoly pozíciókat vár el Karácsony Gergelytől, főpolgármesteri posztot. Számomra meglepő egy kicsit az a hír, hogy Tüttő Kata is állítólag főpolgármester helyettes lenne, ami azért érdekes, mert ez a hír azt üzeni, ha tényleg igaz lesz, hogy a pénz ereje elég nagy. Hát akkor idézzünk itt egy klasszikust, Karácsony Gergelyt, egy korábbi hangfelvételről,
a tüttőkatát én is benéztem. Nem tudtam, hogy a Leistingernek vannak ezek az ügyei az 5. kerületben. A tüttő egyébként a 12. kerületben is indulhatott volna, ha tudom ezeket, csak én későn tudtam meg. Nem akarok álnaív lenni, hogy akkor a Leistingernek az élettársa, a volt felesége, vagy a mostani. Ezt nyilván nem tudom, nyilván nem egy erős ajánlólevél. Még egy kis felolvasás, mert Gergő is már belőtt ebbe az egészbe. Hát de örülök neki, hogy ti nem örültök. Laci, a politikát pártok csinálják. Pártok állnak be jelöltek mögé. Karácsony Gergelyt az is meg fogja majd mérni egyébként, hogy miután nyilván ezért a támogatásért cserébe kihoz pozíciókat, hogy tudja tisztességesen, hatékonyan működtetni a főváros. Ha nem tudja, akkor le lesz majd váltva. Ha meg tudja, akkor meg tapsolunk, és a kutyát nem fogja érdekelni az, hogy egyébként Dorosz Dávid meg Kerpel Frónius Gábor mellett ott volt egy énémet. Hát, hogy új politikai korszak kezdődik az ő országlásával, vagy az ő regnálásával. És ennek egyében visszahozza a DK-t, visszahozza Bajnaival tárgyal. De hát a DK-t, a MSZP-s oligarha gyermekének édesanyját, ennek fényében az új politikai kultúra fényében... MSZP-s oligarha? Hol tűnik most fel Leistinger? Ennek fényében, hát a Népszava tulajdonosa, jól tudom, ami jobb oldalra. De 2010 óta mit lehet hova tudni Leistinger? Magyar Isten most maradt csak. Magyarországot agyhalott az ó, és a fideszes szavazókat droidnak nevező Kerpel Frónius Gábort is megrakja a főpolgármester helyettesnek, és így szeretne kompromisszumot és együttműködést a kormánnyal. De muszáj, mert ezek a pártok állnak mögötte, szüksége lesz Karácsony Gergelynek ezen pártok támogatására, és ezért pozíciókat kell nekik adni. Nagyon helyes, én már csak egy jobbikos alpolgármester vagy főpolgármester helyettes kinevezését várom, ami aztán tényleg tükrözni a mögött álló mostani koalíciónak az összetétel. Nyilván vidéken lesz olyan az is. Helyen is, ahol a Jobbik egyébként jelentős támogatást adott az ellenzéki győzelemhez, lesznek jobbikos alpolgármesterek. Persze, ez egy formálódó és nagyon nehéz folyamatban formálódó újfajta ellenzék, a szemünk előtt zajlik. Igen, de majd és nektek meg nagyon köszönjük, hiszen tisztelt nézők, egy hét múlva innen folytatjuk. A parlamentben ma már nem történnek fontos dolgok, marad a show. És a show az nyilván sokkal közönségesebb tud lenni, mint a komoly munka. Az, hogy a parlamentben a képviselők hogy viselkednek, az fémjelzi az ország állapotát. Komoly országban általában komolyan viselkednek, ugyanakkor tudunk olyan harmadik világbeli országokat mondani, ahol még a verekedés is megengedett.